A nyíregyházi legógyár úgynevezett helyi közösségi szerepvállalás programjának fő témája a veszélyeztetett állatfajok megóvása volt. A legónak ehhez a nyíregyházi állatpark munkatársai is segítettek. Az előadások mellett játékos feladatokat is kaptak a diákok. Ennél a standnál például a képzeletbeli jövő zöld nyíregyházáját kellett játékkockákból kirakniuk a diákoknak. Egy másik feladatban fehér szürke és fekete legókat kaptak, azokból állatmintákat raktak ki a csapatok. Az INCD-ből jöttünk, egy szürke marhát kell kiraknunk több száz legóból, és hát elég nehéz. Az Rényi Ilona gimnáziumból jöttünk, 9. osztályosok vagyunk, és ez az első évfolyam, és hát osztály, aki részt vesz ezen a LEGO programon, úgyhogy mi ilyen kísérleti nyulaknak érezzük magunkat, de végül is örülünk, hogy mi itt lehetünk. Mit kaptatok? A kenguru állatot kaptuk, és hát igazából fél órát kaptunk volna rá, de mivel van egy óránk rá, szerintem ez hamarabb is ki lehet rakni, nem egy olyan nehéz dolog, de nagyon ötletes dolog. A középiskolások évek óta nem legóztak, ezért sokuknak lassabban ment az állati építés, a képkirakás. De mivel egész nap közösen legóztak, kreativitásuk és csoportos probléma megoldásuk fejlődött. Azon kívül, hogy képet építenek, van egy úgynevezett design thinking nevű feladatunk is, illetve több. Az egyik arról szól például, hogy hogyan tudnak olyan autót építeni LEGO elemekből, ami a lehető legmesszebbre tud ugratni egy rámpáról. Vagy van egy olyan LEGO Mindstorms robot szettekből kirakott vasúti pályánk, amin feladatokat kell teljesíteni, különböző szenzorokat kell működésbe hozni, és ennek megfelelően kell nekik a vonatnak a felépítményét megépíteniük, hogy az összes feladatot tudja abszolválni a vonat. Ez az a pálya és vonat, de emellett robotelefánt és LEGO tigris is várta a diákokat, akik Nyíregyháza közintézményeiben játékkockákból kirakott állatlábnyomokat is kerestek.